száját írom, egör várának, megszállásának, viadaljának, szégyen vallását császár hadának, vagy vigasságát Ferdinánd királynak. Urak, halljatok szép csuda dolgot, mint az Úristen ad a vígságot, mutat hozzátok irgalmasságot, az pogánokon áll a bosszúságot. Az ruszkai vitéz Dobó Istvánt, egré bocsátá főtisztartóját, Zaj Ferencöt máspork lábját, ezökre bízá jó végháza kulcsát. Az 1500 írák 50-ben, egri sereggel felkészületben, puszta szolnokot nagy hertelemben, vevék épejték minden szükségében. Az egör vára rossz kőfal vala, nagy helyen vala szakasztva vala, szép lakó helye püspöknek vala, drága monostor közepötte vala. Az vitéz Dobó István főhadnagy, Mecske István társa máshadnagy, Jó Pető Gáspár harmad főhadnagy, Zoltai István az negyedik hadnagy. Immár szolnokból az császárhada, Jó Alibasa elől indula, Sok végbeli bégő véle vala, 25 000-ön egör alá száll. Sivalkodással reggel hajnalba, felszóval vannak Allah kiáltásba, az palotákra nagy ostromlásba, 27 zászlóval másznak kőpalra. Az ostrom után csuda történék, egy gyalog hadnagy, az végegörnek, árulója lőn az vitézöknek, sok társaságval hogyonnat kilépnek. Az egör veszte, nagy kár lész vala, ha egy hegedős miá vesz vala. De az hadnagyok jól forgódának, az köznépeknek sok szép szót mondának. Ím az rakásfák mind felgyúlának, tönkő szurk hagyjuk kihányatának. Az terekök ott sokan hullának, az sok fortéllyal semmit használának. Rettenetes nagy öldöklés vala, mindaz két félben sok megholt vala, szegény mecskei megsérvőt vala, szégyent terekek ott vallottak vala. Az Tömlöc bástyánál Dobó vala, ott ő a pródját ellőtték vala, ő kezen lába sebesült vala, ott asszon népek vitézködnek vala. Amhát táborát hamar indítá, minden hadával onnat kiszálla, nagy dicséretöt egriekről szólla, Ferdinánd király nagy örömet halla. Már meghallátok Revit summáját, egri szállásnak históriáját, azon imádjuk mennyei atyát, tőlünk se vonja nagy irgalmasságát. Egröt minékünk éltig megtartsa, több végházakkal megszabadítsa, az pogán késztől megoltalmazja köröztjén népet igaz hitben tartsa.